látszik a társaság ebből a első helyen álló Gregory Csibor az betegség miatt nem tudott jelen lenni, és ennek a kerekasztalnak a vezetésére Kozma Lászlót értem föl, és akkor át is adnám neki a szót. És akkor... Kedves hölgyek, kedves kollégák, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit abból az alkalomból, hogy folytatjuk egy kerekasztal beszélgetés formájába Sánta Edit bemutatását, tevékenységének bemutatását. Én 50 évvel ezelőtt, 1972-ben ismertem meg Editet. Az előttem szólók nagyon szépen elmondták, hogy milyen széles területen alkotott Edit. Én viszonylag keveset dolgoztam vele együtt, de nagyon sokat tanultam tőle. Egyetértek Farkas Zsuzsival azzal, hogy az Infelor rendszertechnikai vállalat programozásrendszerek főosztálya, ahova én 1972-ben beléptem, egy nagyon jó munkahely volt. Én egy kiegészítést tennék, ez a jó munkahely, a jó munkahelyi légkör, az igen inspiratív szakmai munka, az köszönhető volt a mindenkori főosztály vezetőinek, a tevékenységének, tehát a programozási rendszerek főosztályán, elsőként Dömölki Bálint, aztán Detrik Árpád, majd a sorba Havas Miklós követte a főosztály vezetését. Az Infelor a magyar számítástechnika hőskorától vezető intézménye volt a magyar informatikai gyakorlatnak, és akit ez mélyebben érdekel, hogy milyen is volt ez a tevékenység, annak ajánlom szíves figyelmébe majd a három főosztályvezetőnek a munkáját. De először fölkérem Havas Ivánt, aki nem csak a informatikai szakma hőskorába vezet el bennünket, hanem az Edittel közösen készített nagyszerű könyve, ami a számítástechnika felsőoktatásának kezdetei címet viseli. Ennek a készítéséről, megszületéséről fog nekünk röviden beszámolni, és megkérem Ivánt, hogy akkor kezdje meg a beszélgetést. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Előre szeretném bocsájtani, hogy én viszonylag rövid ideig voltam jóba Edittel. Későn ismerkedtünk meg. Én ugyanis egész munkásságom alatt a oktatásban dolgoztam, tehát más területeken nem volt kapcsolatunk. Amikor a könyv írása, szerkesztése, anyaggyűjtése megkezdődött, akkor ismerkedtünk meg, tehát gyakorlatilag 2010-ben. Nagyszerűen tudtunk együtt dolgozni, mert sok mindenben hasonlított egymásra a munkastílusunk. Utána jártunk mindketten, mindennek segítettük egymás munkáját. Az a megtiszteltetésért, hogy a könyv bemutatásával foglalkozzon. Könyvnek itt a képe. A könyv címe, szerzője, társszerkesztői, lektora, kiadója,
ezeket nem fogom elsorolni, mert gondolom mindenki el tudja olvasni, nincs értelme az időt húzni vele. Milyenek voltak a könyv létrejöttének a körülményei? Edith világosan látta azt 2010-ben, hogy akik a kezdeteknél, mármint a felsőoktatási informatika oktatás kezdeteinél jelen voltak, már nem sokáig tudnak beszámolni a múltról. Ezért elkezdte gyűjteni az anyagot. Egyértelművé vált az is számára mindjárt az anyaggyűjtés elején, hogy nem csak azokkal az intézményekkel kell foglalkozni ebben a könyvben, akik kifejezetten a számítástechnikai vagy informatikai szakma számára képeztek tevékeny munkásokat, hanem azokkal a felsőoktatási intézményekkel is, amelyek ugyan az élet egészen más területein képeztek diákokat, de a számítástechnika nagyon hamar bevonult minden szakmába, és ez szükségessé tette, hogy azok a felsőoktatási intézmények is megkezdjék legalábbis az alaptárgyi oktatását az informatikának, amelyek egyébként távol állnak a számítástechnika szakmától. Sajnos nagyon kevesen vállalták föl, hogy összegyűjtsék az emlékeiket és a dokumentumokat, mert a napi munkával voltak elfoglalva, az volt az elsődleges. Az emberek általában emlékezni ugyan szeretnek, de hogy azt dokumentálják is az emlékeiket, erre már nem vállalkoztak. Nehéz volt fölkutatni azokat az embereket, nyugdíjasokat főleg, akik részt vettek ebben. A teljesítményt jellemzi az, hogy a könyv tulajdonképpen három kötetből tevődött össze. Ez a három kötet más-más területeivel foglalkozott a felsőfokú informatika oktatásnak, de itt egy bekötve, egy nyomtatott könyvben jelentek meg. 19 szerződött társ vett részt az anyagnak a mondjuk így, hogy társszerkesztői tevékenységében, ami igen jelentős szám. Az anyaggyűjtésben és konzulensként az egyes területekről pedig egy igen nagy számú 130 segítő társ vett részt. 3 év alatt született meg ez az anyag, alapos munka volt mögötte, az előbbiekben említett okoknál fogva tartott ilyen hosszú ideig összeállítás. Mi a jelentősége ennek a könyvnek? Hát először is ez egy fontos oktatástörténeti, de bizonyos dolgokban tudománytörténeti mű. Segítséget nyújt az utókornak, az utókör tevékeny résztvevőinek abban, hogy lássák, hogy mik voltak az előzmények. A mű tartalmaz például egy fontos névmutatót. A korabeli képzésben fontos szerepet játszó emberek valamennyien föl vannak ebbe sorolva, tehát nem csak arról a 130 kollégáról van szó, akik részt vettek az anyag összeállításában, hanem másokról is, akik fontos szereplők voltak ebben. Az akkori eszközparkról is kapunk ismertetést, tehát lényegében egy sor olyan dokumentum van kötve a kötetbe, amelyek az utókori, legalábbis történeti munkásághoz szükségesek. Köszönöm szépen! Ha már Iván említette a tudománytörténeti fontosságát a könyvnek, akkor az általam említett, előzőleg említett könyvekre visszatérve egy pillanatra, a következő könyvekben találhatunk a informatika, Magyarországi Informatika
hőskorára vonatkozó fontos információkat. Először is a Taigás Judit által és társai által összeállított Mozaikok a magyar informatikából című könyvet említem, amely Dömölki Bálintnak a 70. születésnapjára tisztelgő kötetként jelent meg. Továbbá 2011-ben megjelent Havas Miklós a Számalk és elődei című könyve, és 2005-ben az Ifjan éretten éltessen című kötete. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, mert nagyon fontos, tényleg a magyar informatika szempontjában fontos tudománytörténeti adatokat találhatnak benne. De mi most folytatjuk a Edit oktatással kapcsolatos tevékenységének bemutatását. Edit nem csak Budapesten, de Dunaújvárosba, Veszprémbe, Sopronba is tartott kurzusokat, előadásokat felsőoktatási intézménybe. Budapesten mindenekelőtt az Óbudai Egyetemen és Elődein, valamint az ELTE-n. Úgyhogy felkérem először Vámosi Zoltánt, hogy röviden mutassa be, hogy milyen oktatási feladatai voltak az Editnek az Óbudai Egyetemen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Edit, úgy emlékszem, hogy olyan 1993 környékén az akkori Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Matematikai Számítástechnikai Intézetében kezdte meg az oktatást. Legalábbis úgy nálunk, mint kolléga. A területe természetesen a szakmájához, a mélyebb szakmájához igazodott. Ez alapvetően a szakértői rendszerek, illetve a döntéstámogató rendszereket jelentette. De természetesen olyan részek is megjelentek, mint amit például Szeredi Péter előbb említett az M-prológgal kapcsolatban, ahol labort tartott benne kezdetben, illetve hát hasonló területről a Level 5 Object egyik gyakorlatát is ő indított el a mi hajdani intézményünkben. Ezen kívül a mesterséges intelligencia szakirányban ott nem teljes kurzusokat, de bizonyos előadás részeket elvitt a szakterületének megfelelően, és ezen a specializációm keresztül ismertem meg én kicsit részletesebben a ténykedését, illetve az, hogy közösen együtt dolgozhattunk. És amit még kiemelnék, hogy nem egyszerűen remek órákat tartott, és a hallgatók irányába azt az irdatlan, egy szimpatikus, barátságos hozzáállást mindig lehetett érezni a tevékenységén, hanem egy másik fontos aspektus, amit kiemelnék, hogy próbált összekötni más felsőoktatási intézményekkel, nem csak minket, hanem úgy általában megszervezni, hogy ismerjük meg egymás munkáját. Ennek keretében például volt egy mesterséges intelligencia európai konferencia 1995-ben, amikor ő megszervezte, hogy a felsőoktatási intézmények közös kiállítást is tartsanak, vagy később számos közös ilyen programban megjelent. Amit még kiemelnék, amikor váratlanul egyik kollégánk elment, más állást választott 2000-es évek elején, egy évfolyam tárgyba kellett beugranunk és gyorsan megszerveznünk, ez volt a Programozás Paradigmák és Technikák című tárgy, ami valójában algoritmus elméletet is tartalmazott a címe mellett, és hát megtaláltam Editnek az akkori levelét, hogy ő milyen területekkel, mikkel tudna részt venni. Természetesen az ismeret alapú paradigmák, technikák elhangzottak, keresési stratégiák, tudásbázissal kapcsolatos dolgok, szakértői rendszerek ennek elemeit képezték. 2013-ig döntéstámogató rendszerek témakört vitt még nagy lelkesedéssel. Köszönöm szépen. Ehhez szeretnék pár mondatot mondani. Eredetileg Gregorics Tibort, ELTE programozási
rendszerek és szoftvertechnológiai tanszékének vezetőjét kértük volna fel a beszélgetésben részvételre, de Tibor ma reggel jelezte, hogy lázas beteg otthon nem tud részt venni. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy az ELTE-n hasonló tárgyakat, hasonló lelkesedéssel oktatott Edit, de hogy a habitusát is egy kicsit aláhúzzam. Tibor arról tájékoztatott, hogy amikor az ELTE-n az egyik kollégát sürgősen helyettesíteni kellett, mert más pályán folytatta a tevékenységét, akkor a mesterséges intelligencia oktatására őt, mint egy tűzoltót kérték fel, és minden további nélkül könnyen, gyorsan és nagyon hatékonyan bekapcsolódott az ELTE oktatásába. Számtalan tankönyvet, cikket, oktatási segédletet készített, és ezzel a hallgatók munkáját nagyon megkönnyítette. Tehát ezzel át is térhetünk arra, hogy milyen volt Edit az oktatás szempontjából, mint ember. Erre Kocsis Domát kérem meg, hogy pár szóval reagáljon. Ugye eléggé nyilvánvaló dolog, hogyha egyetemi környezetben emlékezünk egy nemrég elhunyt kollégáról, akkor elsősorban a szakmai tevékenységét hozzuk elő, de ez kevés, és különösen kevés Sántányi Tóth Edit esetében, aki egy egészen különleges ember volt, ezt nyugodtan kimondhatom. Én olyan kollégával nem találkoztam, aki ne azt mondta volna, hogy Edit szeretetre méltó. Azok is, akik szorosan dolgoztak vele együtt, és azok is, akik csak futólag ismerték. Még amikor olyan elismerésekben részesült, amik egyértelműen az ő szakmai működése következtében kapta, akkor is sokan voltak, akik azt mondták, hogy de jó, hogy valamit tudtunk adni az Editnek, mert azt a sok szeretetet, amit kaptunk tőle, azt valamilyen formában azért lehet viszonozni és neki örömet okozni. Ezért hát valóban fontosnak tartom, hogy egy pár szót szóljak az ő habitusáról. Persze ezt nem lehet olyan könnyen megtenni, mint az oktatási tevékenységéről, vagy a szakmai tevékenységéről. Én most nem tudok felsorolni órarendeket, meg publikációs listát, meg efélét. Csak nagyon-nagyon szubjektív néhány példán tudom bemutatni azt, hogy milyen ember volt ő. Az első mindjárt arról szólna, hogy az oktatáshoz hogy állt hozzá. Az intézményünkben volt egy olyan fél év kezdés, amikor hát nem volt biztos, hogy tudunk fizetni rendesen az óraadóknak, vagy legalábbis, hogy mennyit tudunk fizetni. És mivel nekem kellett ezeket a szerződéseket megbeszélni, hát tájékozódnom kellett, hogy ki milyen minimál feltételek mellett hajlandó ugye jönni ide tanítani. És akkor Edit azt mondta nekem, hogy amíg neki nem kell fizetnie, addig számíthatunk rá, ő jön. Azt hiszem, hogy ez azért, mint csebben a tenger, egy kicsit megmutatja, hogy állt ő ehhez a munkához. A korábbiakban már az egyik kolléganő említette azt, hogy szívén viselte a többieknek a szerepét az informatikában. Hát én is elmondhatom, hogy az a megtisztelő hely, amit én el tudok foglalni itt az Informatika Történeti Fórumban, az egyértelműen Editnek köszönhető volt, aki neki ez eszébe jutott, nekem nem jutott eszembe, ő kért tőlem önéletrajzot, és hát ő intézte el azt, hogy én fölkerüljek erre a listára. Talán még egy példát mondanék, aminek aztán a szakmához végleg semmi köze nincsen. Megöregedtem, és cukros lettem egy kicsikét, és ilyenkor az embernek ugye ezt nem szabad enni, meg azt kell, meg ilyen mindenféle diabetikai problémái vannak. És akkor Edit fölkeresett engem, és hozott egy anyagot arról, hogy a mesterséges édesítőszerek közül némelyek úgy tűnik ártalmasak lehetnek az egészségre, és hogy akkor azokat ne fogyasszam. Tessék meggondolni, hogy
csak kollégák voltunk, nem is dolgoztunk akkor éppen semmi közös témán együtt, de ő olyan volt, aki szükségét érezte annak, hogy amikor ilyesmit meghal, akkor jöjjön és megpróbáljon segíteni. Ha ezt lehetne ezt a sort még végtelenül folytatni, mert tudom, hogy az időnk az korlátozott, ezért egy nagyon, megint csak nagyon szubjektív summával hadd fejezzem be. Természetesen ugye leveszem a kalapomat Editnek a szakmai, az oktatói tevékenysége előtt, de mégis kimerem mondani, az én számomra az ő halála, az ő eltávozása elsősorban ennek a segítőkész, melegszívű, jóságot sugárzó kollégának az elvesztése, és én úgy érzem, hogy itt ezen a földön ez, ami pótolhatatlan. Na, ehhez csatlakozok még egy adalékkal. Edith, tehát minden intézménybe, ahol megfordult, nagyon hamar be tudott illeszkedni, és nagyon hamar érzékelte azokat a problémákat társadalmi szinten, vagy helyi kis csoport szinten, amik a adott közösséget foglalkoztatták. Ilyen módon például a látássérülte hallgatók számára is készített tananyagot, a Recognita neveit elhangzott, úgy tudom, hogy velük együttműködve, de csatlakozom Domához abba, hogy az embereket is figyelte. Volt egy kollégánk sok-sok évvel ezelőtt, aki nagyon súlyosan megbetegedett, lelkileg összeomlott, és hát nagyon elhagyta magát, és Edith fölvetette, hogy beszélgessünk el vele, hogy hát ha lelket tudunk belé verni, megtörtént. A kollega vissza tudott térni a munka világába. Most még befejezésül két dolgot szeretnék. Egyrészt itt ül körünkbe Kovács Csaba Dunaújvárosból, aki diákja volt Editnek, és ígérte nekem a szünetben, hogy pár mondatot, mint diák beszél, mond Editről. Köszönöm szépen, hát nem készültem performance-ra, de rendkívül szívesen beszélek Editről, hiszen azt hiszem, hogy mi ketten itt, akik jöttünk ma a vonattal Dunaújvárosból, ez kimondottan erre az alkalomra, unikális helyzetben vagyunk, úgy gondolom, hiszen alig ha látok itt a megjelentek között olyat, akinek Edith tanára lett volna. Ugye kollégája volt, erről már hallottunk sokat, de mi Gáborral abban az évfolyamban voltunk diákok, amikor ő, illetve Lóri is, a férje is tanított bennünket. Ehhez azt kell tudni, hogy amint Merényi úr itt nagyjából abba hagyta, egy pár évvel később az a bizonyos dr. Gémes Ferenc, aki szintén említésre került, megalapította a Dunaújvárosi Főiskolán a rendszer szervező képzést. Az 1970-71-es tanévben indult ez a képzés, és mi, akik már akkor beiratkozott hallgatói voltunk a főiskolának, kaptunk arra lehetőséget, hogy a kohász szakról, alakítás technológia ágazatáról átmenjünk a rendszer szervező képzésre. És hát akkor egy ilyen 20-valahány fős, 30 körüli fős, pontosabbra erre nem emlékszem, társaság elkezdte ezt a bizonyos rendszer szervező képzést, ugye aminek pont az volt a lényege, hogy a számítástechnikának nem az a matematikai elméleti alkalmazása, hanem az adatfeldolgozás témakör legyen az oktatásnak a fő irányvonala. Így ismerkedtünk meg aztán a mainframe számítógépekkel, és így tovább, és így tovább.
De nem akarok itt túlságosan igénybe venni idő a rendelkezésre álló időből, többet, mint amennyi illendő. Edith, pontosabban kezdem ott, hogy Lóri nekünk matematikai statisztikát tanított egy fél évig, Edith pedig operációkutatást, illetve ő nekünk úgy volt bemutatva annak idején, mint a Prolog fejlesztő csapatnak egyik oszlopos tagja, tehát ugye erről is volt szó. Később aztán mi mind a ketten, akiről beszélek, nagyjából azonos életpályával bent maradtunk a tanszéken, és oktatóként én 2016-ig, mint főiskolai docens mentem nyugdíjba, mellesleg persze közben 18 évig vezettem az intézménynek az informatikai szolgáltató központját, de ez egy más kérdés. Abban a bizonyos NIST kicsodában megtalálható az én szüzém is, amit Edith, ahogy mondták, nagyon-nagyon emblematikusan igyekezett mindenkitől bevasalni. Egy apró személyes dolog még vele kapcsolatban, általában tartottuk a kapcsolatot, de hát 10 évig nem találkoztam vele, és nagyon nagy örömmel tapasztaltam, mikor egyszer itt megjelentem ezen az ITF fórumon, és akkor itt összetalálkoztunk, és nagyon örültünk egymásnak. Majd később, amikor a BGE-vel egy még mindig futó pályázatunk van a középiskolások egyetemi előkészítéssel, felzárkóztatása érdekében, akkor én kitaláltam, hogy ezeknek a fiataloknak talán érdekes lenne a mesterséges intelligenciáról tartani egy kis kurzust, és hát ki más jutott eszembe, mint Edith, akit nagy-nagy szomorú, vagy nagy-nagy, hogy mondjam, kétséggel felhívtam, hogy de hát mit fog mondani, hogy bevállalja-e vajon ezt a, ráadásul utazni kellett Esztergomba, és hát teljes meglepetésemre a legbarátságosabban, a legnagyobb örömmel mondta azt, hogy hát persze, hát természetesen, és személyesen eljött, végig tartott a megfelelő kurzus. Úgyhogy sajnos ez volt az utolsó pillanat, amikor találkoztam vele 2008 nyarán. Köszönöm szépen. Ön még annyit hadd mondjak, hogy Edith például a záróvizsgáztatásokba is nagyon szívesen bekapcsolódott, Bencz úr tanár úrral több, majdnem egy évtizedig tartottunk záróvizsgákat, és az adminisztratív munkát is magára vállalta. Az igaz, hogy fizetni mi se nagyon tudtunk, tehát, de azért elismeréseket az intézménytől kapott, tehát zárásképpen megkérem Zolit, hogy beszéljen arról, hogy például az Óbudai Egyetem milyen elismerésben részesítette a munkásságát. Úgy gondolom, hogy Edith esetében egyfajta természetes volt az, hogy a kollégák, vezetők felfigyeltek arra a ténykedésre, hogy azt milyen lelkesedéssel, milyen minőségben végzi. Először még a kandós időkben, 1997-ben kapta meg a Kandó Kálmán emlékplakettet, ezt oktatási tevékenységért. 2006-ban már a Budapesti Műszaki Főiskola idejében lett címzetes főiskolai docensünk. 2010-ben, amikor alakult az Óbudai Egyetem, címzetes egyetemi docensi címet kapott. És 2014-ben az Óbudai Egyetemtől a Neumann János emlékplakett kitüntetésben részesült. Köszönöm szépen. Még annyit tennék hozzá, hogy az ELTE részéről mi vendég oktatói, előadói címmel jutalmaztuk. Természetesen ez sem járt különösebb anyagi előnnyel, de nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Azt remélem, hogy Edithnek a oktatói
tevékenységéről azért tudtunk valamilyen keresztmetszetet nyújtani. Nagyon sokszínű, sok értelemben nagyon hasznos munkát végző kollégától kell búcsúznunk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, és csak annyit tennék hozzá, hogy a oktatás az mindig nagyon fontos szerepet játszott a Edit életében. Egyrészt, mint oktató, másrészt, mint a Iván által említett könyvnek a alkotója, azért mondom így, mert nem ő írta, hanem főleg ő szerkesztette, de az ő munkája és vére van benne, és erre nagyon büszke volt, és tulajdonképpen mindig csak úgy emlegette ezt a könyvet, hogy a könyv nagybetűvel, és ezt tekintette élete egyik főművének.